Idősek ismerkednek a számítógép használat alapjaival. Ők még nem a digitális világba születtek. Számukra sokszor hosszabb tanulási folyamat szükséges a 21. századi eszközök használatához. Ebben segít a kormány által elindított digitális jólét program új képzése. Az idősügyi infokommunikációs program keretében az idén 100.065 év feletti polgár szerezheti meg a számítógép és internet használattal kapcsolatos alapismereteket, vagy mélyítheti el tudását. A képzés az ország több pontján zajlik, többek között Nyíregyházán is. A mobiltelefonok, az iPad-ek, a számítógépek, az internet használat, a közösségi média mind-mind közelebb jön hozzájuk, és ezáltal egy még egészségesebb, hiszen hogyha aktívan élik az idősebbek, akár mentálisan is az életüket, akkor bizony sokkal, de sokkal hosszabb életük is lehet, és boldogságban, egészségben. Úgyhogy mindenkinek vannak unokái, gyermekei, akikkel még szorosabban tudják tartani a kapcsolatot. A képzésben igen nagy szerepük van a digitális jólét program mentorainak. Az ő feladatuk túlmutat az egyszerű tudásátadáson. Minden emberben van képesség, tehetség, tudás, és ezt bővíteni akkor lehet igazán, ha ott van a jó pedagógus. És ez a pedagógus, a mentornak nem csak az a feladat, hogy technikailag tájékoztasson, és automatikus mozdulatokkal tanítsa meg az idősebb embert, hogyan kell kezelni, hogyan kell skype-olni például, hanem a lényege az is, hogy az ember is ott legyen mögötte. Tehát, hogy tudja, hogy mire használja, mire fölösleges használnia. A mentorok képzése már befejeződött, ők 12 modulban heti 2x2 órában segítik majd az idősek ismerkedését a digitális világgal. A program ingyenes, a tanuláshoz segédanyagokat is biztosítanak a képzés során.